Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Múzsa eheti magazin műsorát látják. Gimnáziumi tanárokkal, diákokkal és azok hozzátartozóival telt meg a Kalocsai Színház múlt hét csütörtökön a délutáni órákban. A gyerekek előadása főleg a táncra épült, így egy látványos, szórakoztató műsort láthatott a közönség. Vette kezdetét a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című színdarab, melyet a gimnázium diákjai a Szent István napok keretein belül adtak elő. Az előadás egy főleg táncra épülő produkció volt, melyet a sokak által már jól ismert musical dalszövegeire tanulták be. Felkészítő tanáruk dr. Deákné Tóth Veronika, magyar énekszakos pedagógus volt. Ebben a tanévben úgy döntöttünk, hogy egy 20. századi történetet szeretnénk bemutatni, ez pedig Déri Tibor kisregényéből a Képzelt Riport egy amerikai popfesztivál című alkotásból készült, musical dalszövegeire elkészített tánc és játék, egy szabad asszociáció, és a tánc nyelvén szeretnénk egy kicsikét ezt a történetet megismertetni a fiatalokkal és a közönséggel. Miben lesz ez más? Valamiben más lesz, mint az eredeti előadás? Természetesen nagyon sok minden, mert nem az eredeti musical és nem is az eredeti színdarab kerül itt most igaziból bemutatásra, hanem a dalszövegek által inspirált gondolatok jelenítődnek meg, és én azt hiszem, hogy ez elsősorban koreográfusunknak a nagyszerű fantáziáját fogja majd dicsérni, hogy nagyon kifejező lesz maga a mozgás és az egész kompozíció, ahogyan szépen összefűzi az egyes tételeket. Tánc mellett ének is lesz? Nem, a tánc mellett a gyerekek csak bizonyos dalszövegeknél fognak megszólalni. Igaziból egy összevágott, összerendezett zenei anyag az, amelyik mint egy folyamat kíséri végig az alapsztorit. A próbákat hogyan tudták összehozni, mert gondolom, hogy esetleg a diákoknak is vannak még délutáni elfoglaltságaik, és hát a tanároknak is lehetnek. Hogyan zajlott ez? Igen, hát mint hosszú évek óta már a péntek délután tűnik mindig a legszabadabbnak, amikor lemegy az iskolai feladatrend, véget érnek a tanórák, és akkor aki vállal egy ilyen plusz feladatot, akkor a péntek délutánok azok kerültek így beállításra rendszeres munkaként, de hát ez kevés volt. Úgyhogy bizony több vasárnap és ünnepnap is ráment arra, olyankor egész napos próbákat tartottunk, általában olyan 9 órától fél 10-től, de utána 4-ig, 5-ig, amikor hosszabb egységeket, hosszabb tánc szakaszokat tudtunk áttekinteni, megtanulni, kitisztogatni. Úgyhogy bizony ebben nagyon-nagyon sok munkaóra van. És a gyerekek, a fellépő gyerekek hogyan álltak ehhez az egészhez? Hát, hogyha most nagyon-nagyon modernül akarom magam kifejezni, akkor imádták. Én úgy éreztem, hogy nagyon lelkesek voltak, megérintette őket a zene, minek utána megismerkedtek a történettel is, azonnal értelmet nyertek a dalszövegek számukra, és hát ez a fajta színpadi mozgás, ami tényleg a szavakon túli kifejezésnek a műfaja volt, ez magával ragadta őket. Nagyon szerették, és hát ez bizonyítja az is, hogy soha senki nem hiányzott a próbákról, ha csak véletlenül nem volt beteg, vagy valami családi program volt, de a családoknak is itt és most hadd köszönjem meg azt, hogy mellé álltak ennek a dolognak, és tényleg nagyon türelmesen engedték a gyerekeket, és együtt dolgoztunk.
A tánc koreográfiák betanulásában egy országszerte elismert hip-hop táncos segítette a gyerekeket, aki nagy szeretettel beszélt a felkészülésről és a diákokról is, illetve nagy megtiszteltetésnek vette ezt a felkérést. Igazából úgy hoztuk össze ezt a próba folyamatot, hogy én többször leutaztam ide Kalocsára, és akkor itt közös megegyezés alapján hoztunk össze próbaidőpontokat, amikor hát ezek inkább ilyen hosszabb vonul menő próbák voltak, 3-4-5 órásak, amikor a gyerekekkel úgymond így elsajátítottuk a koreográfiákat, és aztán ők pedig itt a tanárnő vezetésével együtt ezt gyakorolták folyamatosan. Hogyan esett rád a választás? Igazából beajánlás alapján, és így kerültem én a képbe, bár itt kiderült, hogy azért vannak itt Kalocsa-Szeged közti kapcsolatok is, így a tanárnő által, úgyhogy igazából így esett rám a választás, hogy szerencsére én kaptam a felkérést. Milyen táncokat, milyen stílusú táncokat láthatnak az előadás során a nézők? Ez egy igazán sokszínű és sokrétű előadás lesz ma igazából, mert mint a gyerekek is több stílusból érkeztek, akik korábban foglalkoztak tánccal, és foglalkoznak most is, ezért én is próbáltam ezt így ötvözni, ezeket a stílusokat. Látunk majd benne klasszikus táncot, látunk majd benne néptáncot, street, hip-hop vonalú táncokat is, és azt hiszem, igen, illetve modernebb jellegű dolgokat. Volt-e valamelyik stílussal gondok, illetve melyik volt a legnehezebb? Hogy láttad, amelyiket meg kellett tanulniuk? Ez egy jó kérdés. Talán a streetesebb vonal volt az, ami egy kicsit kihívást okozott nekik, de el kell mondjam, hogy nagyon lelkesen és alázatosan dolgoztak, és kitartóak voltak. Sose volt rá példa, hogy bárki is azt mondta volna, hogy na, ez nekem nem megy, és most feladom. Úgyhogy igazából maximálisan kihozták a legjobbat a produkcióból, amit tudtak. A koreográfiák nehézségéről lehet-e beszélni, hogy milyen, nem tudom, hogy milyen szinten vannak ők, de milyen szintű koreográfiákat hoztál nekik? Én úgy készültem igazából, hogy kihívás alá állítom őket, mint a stílusok szempontjából, mint a szín szempontjából, szóval abszolút nem egy kezdő dologról beszélünk, hanem egy haladóbb szintről. Természetesen ezzel úgy balanszáltuk, hogy azért mindenki jól érezze magát a produkcióban. És a gyerekek hogyan álltak ehhez az egészhez a próbákon? Hogy láttad rajtuk az igyekezetet? Hát az 100-200%-os volt abszolút, úgyhogy én a visszajelzésekből és abból, ahogy ők hozzáállnak, és ahogy látom, hogy működnek a színpadon, én úgy látom, hogy maximálisan nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és nagyon örülnek a végeredménynek. A színházi darab előadása előtt a Kalocsai Liszt Ferenc Művészeti Iskola tanulói is közreműködtek, és adtak elő hangszeres, illetve énekes produkciókat. Kezdetét vette az előadás.
Kortárs művészek által készített alkotásokat tekinthettek meg az érdeklődők a Városi Galériában, Gróf Széchenyi István stádiuma nyomán, amely egyúttal Széchenyi születésének 225. évfordulója emlékévéhez is köthető. Kenyeres Szilárd a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékének zongorás előadásával nyitották meg azt a kiállítást a Városi Galériában, melyet Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója emlékében nyomán szerveztek. Nagy volt az érdeklődés a kiállítás megnyitója alkalmával, hiszen sokan szerették volna látni a kortárs művészek igen eltérő stílusú, valamint ábrázolásmódú alkotásait. Tárlat megnyitója során beszédet mondott N. Kovács Zita művészettörténész, aki a kiállítás témájának, valamint jellegének hátterét is ismertette, vagyis hogy a kortárs művészek alkotásai milyen módon kapcsolódnak Széchenyi Istvánhoz, illetve az ő munkásságához. Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából 2016. szeptember 1-én nyitották meg a Széchenyi emlékévet, amelynek kapcsán a Bajai Nagy István Művészeti Egyesület egy pályázatot hirdetett három bajai vagy bajai kötődésű képzőművészeti egyesület számára, a Kefárt Művésztelep, a Bajai Nagy István Művészeti Egyesület és a Műhely Művészeti Egyesület alkotó művészei számára. Arra invitáltuk őket 2016 nyarán, hogy készítsenek az emlékév tiszteletére olyan alkotásokat, amelyek stádium hívószóra válaszolva, ezt tovább gondolva, vizuálisan megfogalmazva tudják Széchenyi örökségét kifejezni egy-egy alkotás, képzőművészeti alkotás keretében. A kiállítást 2016 őszén rendeztük meg Baján, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és szép anyag. Mindenki azon gondolkodott alkotás közben, hogy Széchenyi Istvánnak a három legemblematikusabb műve, a Hitel, a Világ és a Stádium, legutolsó alkotása a Stádium, amely Magyarország akkori állapotát próbálta felmérni, és az arra vonatkozó, az állapotra vonatkozó törvényjavaslatok és tovább gondolkodások mentén, ahogyan Magyarországot látta ez a nagy gondolkodó, ez a nagyon érdekes történelmi személyiség. Az ő életét, illetve a stádiumban összegzett hitvallását próbálták kortárs képzőművészek egy-egy festménybe vagy szoborban álmodni, illetve tovább gondolni, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes és izgalmas kiállítás született, amelyet mindenképpen szeretnénk minél több helyszínen bemutatni, így érkezett most Kalocsára. Ezen a kiállításon több alkotónak, művésznek a képei láthatók. Mit kell összességében magáról a kiállításról tudni, hogy ő mint művészettörténész, amikor megtekintette ezeket a képeket, első ránézésre úgy tűnik, hogy nagyon sok különböző stílusban épül fel.
Így van, a kortárs művészetre jellemző az, hogy a magyar művészet történet vonalát éppen olyan sok párhuzamossággal, nagyon hasonló, de mégis egészen más stílusjegyekből építkező korszellem által láthatott műfajban gondolják, mint ami jellemző a 20.-21. századi magyar művészetre. Értem ez alatt azt, hogy próbálnak a helyi gyökerekből táplálkozni, főleg a bácskai millió, a bácskai közösség, a sok nemzetiségű, az ide költözött rövidebb, hosszabb ideig a Bácskában, vagy konkrétan Baján élő, Kecskeméten élő, illetve Magyarországra betelepült, vagy innen tovább települt, vagy tovább költözött alkotóművész együtt egy időben, évente egyszer, ha találkoznak, vagy rövidebb ideig, hogyha együtt vannak és beszélgetnek, inspirálják egymást. A gyökerek azok mindenképpen bácskai gyökerek, azt gondolom, illetve a Kafát művésztelep esetében budapesti és erdélyi gyökerek, de a vizuális megjelenítésben már az egymásra való hatás is megjelenik. Nem mindig nagyon konkrétan, van, hogy inkább csak áttételesen, pont ezért izgalmasak ezek a munkák egy térben, egymás mellett látva, mert hogy felfedezhetők a gondolati hasonlóságok, párhuzamok, de felfedezhetők az ecsetnyomok egymásra gyakorolt hatásai is. Ezért tartom nagyon izgalmasnak ezt a kiállítást. Művészettörténésznek van, hogy kihívást jelent egy kép, akár gondolok itt annak a mondani valójára, értelmezésére, hogyha lehet így fogalmazni, hosszabb ideig elidőzik előtte. Hogy de mindenképpen izgalmas a kortárs művészetben az, hogy találkozhatunk az alkotókkal, beszélgethetünk velük, és egy-egy kép mögött nagyon izgalmas, sokszor humoros vagy tartalmas, sokszor szomorú történet van, amelyet ők el tudnak mesélni. Ezért találom izgalmasnak a kiállítások megnyitóit, amikor személyesen beszélgethetünk, válthatunk néhány szót az alkotókkal, akik el tudják mondani kérdésre természetesen a képek mögötti történetet, a sztorit magát. Mi nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket. Természetesen egy üres galériába végignézni az alkotásokat, megállni néhány percre előttük egészen más élmény, mint egy megnyitó, egy hangos, zajos megnyitó, ahol lehet ezeket a történeteket hallani, hallgatni többféle variációban. Mindenki számára ajánlom, hogy a megnyitón is vegyenek részt, egy képzőművészeti kiállítás esetében, és utána csendben nézzék végig ezeket a műveket, ismerve a történeti hátteret is esetleg. Akkor végül még a kiállításról és a művekről annyit, hogy azt követően, hogy itt megtekinthették őket ebbe az időintervallumban, utána mi lesz a sorsuk a képeknek, menje máshova tovább a kiállítás? Hazavisszük őket Bajára, és természetesen nagyon szívesen elvisszük még. Vannak terveink, Mohácsra szeretnénk még elvinni a kiállítást, ide kaptunk meghívást a következő évben, de nagyon szívesen és boldogan visszük bárhova, ahol meghívnak és szívesen látnak bennünket. Múlt hét hétfőn az esti órákban került megrendezésre a Kalocsai Liszt Ferenc Művészeti Iskola tavaszi vidámságok elnevezésű koncertje. Az idei immár a 15. hangverseny volt, és mint máskor, most is megtelt a kamaraterem nézőkkel. Magyar népdalok, amerikai country zene, brazil szambások és még rengeteg ötletes és vicces előadással találkozhatott a közönség a kamarateremben múlt hét hétfőn, az idei évben jubileumi tavasz vidámságok koncerten. Idén ünnepi a 15. születésnapját, úgyhogy ez alkalomból éppen most tortát esznek a szereplők. Miket láthatunk a színpadon a gyerekektől, illetve a tanároktól? Minden esetben először egy zenés mesejátékkal szoktuk kezdeni, ez a Didergő király volt, amit a zongoratanszak növendékei adtak elő, utána pedig lehetett hallani a Kisindiántól kezdve a japánokig, volt magyar népdal, rengeteg mindenféle műsor, el kell jönni legközelebb és megnézni őket. Az öltözéküket, azt hogyan intézik? Valamikor még kölcsönzőkből vettük őket, tehát elég macerás volt a beszerzés, úgyhogy most mindenki maga oldja meg magának a jelmezét. És a te szereped az idén mi volt? Nem látszik. Tehát ez egy világutazó lett volna. Most már levettem az okulárit innen, vagy mi ez, távcsövet, mert az már nagyon húsz a nyakam, de világutazó. A konferencié tehát egy világkörüli utazás kereteiben mutatta be a fellépőket, illetve hallhattak már jól ismert film és mesedalokat is, így egy nagyon színes hangversenyen vehetett részt a nagy érdemű, mind a jelmezek, mind pedig a dallamok tekintetében. Így volt ez Dobos Nóra fellépésénél is, aki az egyik szerepében görög múzsaként énekelt. Énekelni járok,
a Kerekesné Geri Zsuzsannához. Mióta? Jó kérdés, 4-5 éve. És szereted csinálni? Nagyon szeretem. És most mit láthatunk tőled vagy tőletek az előadás során? Hát a Herkulesből énekeltünk egy dalt, a Múzsák dalát, és a Vörös Malomból a Mima dalát. Ja. Hogy kell ezt elképzelni? Hogyan néztek ki ezek az előadások? Az első előadásnál a Herkulesben tógákba voltunk, azaz lepedőket húztunk magunkra, ami egyébként elég komplikált volt felrakni, de nagyon élveztük az egészet, tök jót játszottunk fönn a színpadon. Aztán a második előadásban pedig skizofrént kellett eljátszanunk, többen voltunk, és mindenki egy különböző személyiséget adott elő. Szintén nagy sikerük volt a japán gésáknak, akik a smink és ruha kombinációjukkal lenyűgözték a nézőket. Ők részfúvós hangszerekkel adtak elő egy tradicionális japán zenét.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazin műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!